előtt Ildikó, a Posta Múzeum művészettörténésze, muzeológus a következő vendégem. Isten hasztán dicsőtesek, Jézus Krisztus. Jó napot kívánok! Ugye ingyenes családi programokkal várja itt a látogatókat a Posta Múzeum. Hallottam, hogy ez február 26-ától indul, és egészen május végéig? Igen, minden hónap utolsó szombatján, délelőtt 11 órakor lesz egy olyan tárlatvezetés, ami gyerekeknek szól. Igazából arra gondoltunk, hogy lehet, hogy visszariasztó esetleg szülők számára az, hogy ők maguk sem tudnak annyira közvetlenül kapcsolódni a múzeum témájához, és hogy talán ez egy segítség, hogy átveszük ezt az interpretálás feladatát, és akkor kimondottan így gyerekek számára tesszük érthetővé, és akkor nem a szülőnek kell mazsolázni a falszövegekből, hogy mi az, ami érdekes. Hát akkor kvázi akkor a szüleikkel együtt eljöhetnek, és ugyanígy ez egy családi program, családi esemény lehet. De érdekes, hogy ha jöttem, akkor volt ez az 3D-s múzeumi séta, ami hát még néhány hónapja, két hónappal ezelőtt volt esedékes, hogy ez még mindig tart, ez a 3D-s múzeumi séta? Itt a Posta Múzeumnak, ugye itt belül gondolom feltételezem, hogy itt a járvány kapcsán volt egyfajta alternatívaként. Fent van az online múzeum a honlapon. És akkor tulajdonképpen így látogatható a különböző szobája a múzeumnak, igen, különböző kiállítások. Mi az, amit itt ezen a családi program keretein belül itt február egészen május végig, még azok, amiket igazából láthatnak a látogatók, ezek a családok? Tulajdonképpen ez a gyerekek számára való érthetővé tétel, ez a fő szempont. De hogyha bejönnek, akkor vannak olyan, tehát például az elektromos autókba bele lehet ülni, ki lehet próbálni régi telefont, bele lehet hallgatni a mesetelefonba, ki lehet próbálni ilyen régi lakatot, amivel a postazsákokat lezárták, tehát vannak olyanok, amik megtapasztalhatók, uh-huh. Igen. Különben pedig nem ennek a keretében, de elég jó múzeumi, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásaink vannak, ahol mondjuk távírógépet tudnak építeni, vagy lútollal levelet írni, ezeket a honlapon lehet megnézni. Fordul, hogy nagyobb csoportok is, akár még most is, akár iskolai csoportok mennek múzeumba, és fedezik fel a különböző látnivalókat? Előfordul, igen, szerencsére előfordul, de ilyen, hogy rendszeres, tehát kiszámítható időközönként, rendszeres időpontban gyerekeknek szóló tárlatvezetés ilyen formában még nem volt, olyan formában igen, nyáron, csütörtökönként nagyszülőunoka programként volt meghirdetve, és ez nagyon sikeres volt. Úgyhogy ezt idén-nyáron is tervezzük folytatni. Akkor ugyanígy lesznek. Igen, és hogyha ez egy kísérlet, ez a tavaszi utolsó szombatos tárlatvezetés, hogyha azt látjuk, hogy van rá igény, akkor pedig ősztől ismét folytatódni fog. Mi az, amit még 2022-es évre itt esetleg tudnak már előre, hogy ugye lesz ez a szakasz, hogy februártól májusig, de akár olyan fajta események, akár új tárgynak az érkezése, vagy újfajta kiállítások, újfajta programok? Áprilisban a Költészet napja alkalmából lesz egy zenés, verses, postatörténettel megtűzdelt előadás. Utána júniusban a múzeumok éjszakája, és júniusban fog nyílni a következő időszakos kiállításunk, Békési György Nobel-díjas kutató, aki a Postakísérleti Intézetben kezdte a kutatásait, ami később Nobel-díjas elismeréshez vezetett. Tehát róla fog szólni a következő időszaki kiállítás, most pedig egy a fennálló időszaki kiállítás az
a játékok, tehát hogy a posta megjelenése a játékokban, úgyhogy ez gyerek szemmel ez is érdekes lehet, igen. Igen, hát nem tudom, hogy itt mit képzelhetnek el, ugye akár nézőink is, hogy vagy a gyerekek különösen egy illet postamúzeumot meglátogatnák, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a postamúzeum, de akkor ez egy kiváló lehetőség. Igen, és tulajdonképpen becsapós a neve, mert hogy nem csak posta történet, hanem távíró, telefon történet, tehát hogyha innen nézzük, akkor a távközlésnek a története, ami mára odáig csúcsosodott ki, hogy mindenki mobiltelefonon intézi az ügyeit, a kapcsolatait, tehát hogy egy a napjainkat, szokásainkat meghatározó dolognak a történeti perspektívájára láthatnak rá, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból is, vagy ilyen szempontból is érdekes lehet. Akik itt nézőink esetleg családosak, gyerekeikkel együtt, unokáikkal együtt, hogyha ezt rendek látogatnak, ahol látnak még több információt erről a programról? A honlapunkon, www.postamuseum.hu. Nem tudom, itt a járvány kapcsán van-e bármilyen olyan fajta, amire esetleg érdemes figyelniük? Beltéren maszkot kötelező viselni. De ezt leszámítva igazából, így szabadon látogatható. Így van, igen. Hát előírtük, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönjük a meghívást és az érdeklődést.